Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! Köszöntöm a kedves podcast követőinket, ez egy újabb értágító itt a YouTube csatornánkon, ahol meg lehet minket találni, de nem csak itt, hanem mindjárt elmondom, előbb bemutatom itt a társaságot, aki szépen összegyűlt itt a rádió és stúdiójába, itt ülve mellettem inkább a hölgyel kezdem, Rupás is Csilla kolléganőm. És nem kell nagyon komolyan venni ezt az egész dolgot, úgyhogy szép napot mindenkinek, és hallgassatok minket. Illetve velem szembe Kis Lóránd. Mit nem kell komolyan venni? Hát ezt az egész dolgot. Ja, jó, akkor. Jó, magam Lenkár Péter vagyok, és az előbb megígértem, elmondom, hogy nem csak YouTube csatornánk van, hanem van Facebook oldalunk, illetve honlapunk is. Mind három fórumon lehet hallgatni a YouTube, vagyis bocsánat, a podcastjeinket. Úgyhogy iratkozzatok fel, lájkoljátok, illetve kattintsatok a honlapunkra. Friss hírekkel, illetve jó zenével várunk titeket, és ami újdonság, hogy podcasteket is lehet most már hallgatni. Na de akkor a közérdekű információk után vágjunk bele a mai témáinkba. Jöjjön a reklám. A reklám után egy kis hát, reklám. Hát, hogyha valakit nálunk szeretne reklámozni, az bátran szóljon, és... és visszautasítjuk. Az attól függ. Ugye már a legutóbbi ilyen jellegű értágítónkban, amikor itt hárman összegyűltünk, már elkezdtünk egy ilyen vagy-vagy témakört. Ezt ma is szeretnénk folytatni, mivel hogy mindhárom témánk valamilyen szinten egy ilyen vagy-vagy rendszerre épül fel. Az első, ami ezzel foglalkozik, az a könyvek világa, és igazából a vagy-vagy az oda fut ki, hogy hol szeretünk inkább könyveket beszerezni, ha még szeretünk könyveket beszerezni, mert ugye tudunk olyat is, vagy hallottunk olyanról is, aki már teljesen kizárta az életéből a könyvespolc intézményét, vagy ha igen, akkor nem feltétlenül könyvet tárol rajta. Minden esetre ugyebár van az a, hát szerintem inkább tévhit, vagy egy ilyen furcsa gondolat, mi szerint a könyvek most már nagyon kiesnek az emberi kultúrából, és tényleg inkább a tévé, a média, a számítógép, illetve a mindenféle közösségi rendszerek világa határozza meg a kultúránkat, abból nyerjük a friss híreket. Ugye most a könyvekhez egy kicsit besorolom a nyomtatott sajtót is, és neved magadra, ne bólogass, azért, mert te újságot olvasol meg könyveket, azért még nem mindenki teszi ezt, vagy ahogy hallottuk, meg olvastuk, hogy ez így kiszorul. Pedig mennyei érzés megtapogatni azt a papírt, meg egy új könyvet a kezébe vesz az ember, és megillatozni a kötészet illatát. Hát jó, ezt te azért mondod, mert te ebbe születtél bele, hogy a könyvek vesznek téged körül, viszont van az a generáció, talán a legújabb generáció, amely tényleg számítógépenhez kulturálódik, illetve most már láttunk ugye, hogy iskolákba is ezeket alkalmazzák. Természetesen nem kizárva a könyveket, hanem ezek mellé beépítve a tablettek, az okostelefonok világát is. Igen, és akkor eszembe jut az a kép, biztos mindenki látta már, valahol találkozott valamelyik online felülete vele, amikor a gyerekek körbeállnak egy könyvet, és így piszkavassal piszkálják, hogy félelmetes mi ez. Nem láttam még eddig ezt, de amúgy nem állt távol a valóságtól, ahogy mit mond Csilla. Bennem több olyan kérdés felmerült egyébként, vagy gondolat, hogy mondjuk a konkrét téma az, hogy könyvesbolt vagy antikvárium, és hogy akkor melyikbe járunk szívesebben könyvet vásárolni. Tehát ilyen értelemben fellép az is, hogy milyen árban vannak ugye a könyvek manapság, és hogy miért olyan drágák például az új könyvek, mert azért sok esetben azt tesszük észre, hogy talán az is egy gátló erőként hat az emberre, hogy drágák maguk a könyvek, az új könyvek. Tehát, hogy több száz
több 10 lej, vagy akár több mint 100 lej, 150 lej egy-egy kötet, egy-egy album, vagy bármi más, és akkor az ember már nem tudja magának megengedni, csak gyűjtesz esetleg rá, vagy ajándékba kapsz könyvet, vagy hasonló. Igen, pont ide akart nekem is a gondolatmenetem kifutni, hogy mivel ez így ki lett valamilyen szinten zárva, vagy hogy mondjam, tehát már nem egy olyan széles körű társadalomhoz jut el a könyv, illetve nem igényli az a társadalom annyira a könyveket, ezért mivel kevesebb a vásárló, ezért megnőnek az árak, vagy ez mindig drága volt a könyv? Hát az a kérdés, hogy vajon ez a válasz erre, tehát hogy igazából nem tudom, hogy ez miért... Hogy a könyv ennyire nagy luxuscikk lett, viszont akkor az antikvárium esetében, tehát az meg cáfolja, mert ugye igazából az antikvárium úgy működik, hogy nem új könyvet tudsz venni, habár tudsz azt is valószínűleg, mert láttunk már olyat, hogy bemész egy antikváriumba, azért mondjuk ugye a pult körül új könyveket találsz. Igen, vagy nagyon mondjuk jó, a könyvespolcok tele van... állapotban lévő igen, használt könyveket. De a könyvespolcok tele vannak pakolva olyan könyvekkel, amiket már számtalanszor kiolvastak, és az mondjuk az ez látszik is rajta. Az az igazság, hogy szerintem ez emberfüggő elsősorban. Hát én legalábbis úgy vagyok vele, hogy volt az életemnek olyan periódusa, amikor nagyon sokszor látogattam antikváriumot, mert érdekelt egy bizonyos réteg könyv, egy szakmai könyveket például antikváriumban könnyebb volt beszerezni. Egy, hogy megtalálhatóak voltak, kettő, hogy tényleg nem volt horribilis az áruk. Viszont nem olyan rég megvettem egy vadi új könyvet, amit nem is szándékoztam megvenni, és ezt most már negyedjére fog elhangzani itt a podcastjeinkben, hogyha valaki figyelemmel kíséri őket. Ugye Kormányos Lászlónak a Nagyvárad krónikájáról van szó, amin elcsábultam, egész egyszerűen elcsábultam a könyvemutatón. Időm van, és most hadd beszéljek magamról, időm van nagyon kevés, nekem hiányzik is, hogy állandóan a szemem koptatom itt a gép előtt, és amikor egy kicsit ki akarok kapcsolni például a munkából, akkor keresek valami szép irodalmat. Hangos könyvet nem szeretek hallgatni, vagy nem minden esetben, és hiányzik az, hogy a kezembe vegyek egy könyvet, és megtapogassam a lapjait, és forgassam a lapjait. Annak van külön varázsa, abba bele lehet merülni, föl lehet, ezt végigfekszem a kanapén, fölpocolom a lábam, és egy másik világba kerülök. Így van, csak még egyszer azt tudom mondani, amit az előbb is, mikor ezt megjegyezted, hogy viszont vannak olyan kultúrák, világok, akiknek ez egyszerűen kiesik az életükből, tehát ők ezt nem így tapasztalták meg, mint ahogy te vagy mi, hogy könyvre épül igazából a tudás, a kultúra, stb. Hanem egyszerűen nem is, tehát látják a könyvespolcon, viszont egyszerűbb végig húzogatni az ujjadat azon a kijelzőn. És amit még hozzáteszek az előző gondolathoz, ugye, hogy egy másik világba kerülök, amit tulajdonképpen az olvasás nyomán én tudok berendezni és felépíteni magamnak. És ez viszont már a tudósokat is foglalkoztatja, mert foglalkoznak ezzel, hogy ugye felnő egy olyan generáció, akinek nem a képzelő ereje, hát bocsánat a szóért, de legcsökevényesebb lesz, mivel hogy rengeteg képi információ, impulzus éri, és nem hagynak módot rá, hogy ő találja ki, rendezze be a belső világát, hanem ráerőszakolják. Hát de nyilván ide vissza kell kanyarodni, vagy ennél vissza kell kanyarodni egészen a gyerekkorba, tehát hogy ez nagyon sokat számít, sok függ attól, hogy milyen közegben nősz fel, vagy akár a szüleid, vagy családtagjaid hogyan viszonyulnak a könyvekhez, mennyire adnak kezedbe könyveket, hogy olvas, vagy például az iskolában, hogyha mondjuk szerencsés vagy, akkor van egy olyan könyvtáros nőd, mint például az Adiban Cseresznye, aki mindig úgymond lecseszett, hogyha nem jártál eleget a könyvtárba hozzá. És igen, tehát hogy én értelemben ott van a másik lehetőség, a könyvtár, amikor nem is kell, és ugye nem csak iskolában vannak könyvtárak, tudjuk jól nyilvánvalóan. Tehát, hogy ott van az lehetőség, hogy nem muszáj mondjuk megvásárolni egy könyvet, hanem nyilván kölcsön beveszed, tehát így is hozzá lehet jutni. Viszont ahhoz, hogy nem fogsz kölcsönözni könyveket, hogyha nem vagy gyerekkorodtól rászoktatva arra, hogy akkor ilyen is szeress például olvasni. Vagy olyan témát kapjál elsődlegesen a kezedbe gyerekkorban,
amivel megszereted az olvasás például, mondjuk egy ifjúsági regény, vagy tehát nyilván nem kell egyből, nem tudom, Heideggert olvasni meg Kantot, hanem Winnetut, meg egyéb Karl May. Maradhatunk Kierkegaardnál is a műsorunknak a vagyára utalva ezzel. Egyébként 26-án született Martin Heidegger, szeptember 26 csütörtök. A mai napon? Sok-sok évvel ezelőtt. Nem akartam ezt mondani, hogy a mai napon, de szeptember 26-án. Mindegy, szóval vannak... Bocsánat. Igen. Erről jut az eszembe még továbbiakban az, hogy ugye a lehetőségek, hogy hogyan jutunk hozzá könyvekhez, kezd a gyerekkortól felnőttkorig, ugye egyik a könyvtár, másik az antikvárium, és a harmadik ugye a könyvesbolt. Viszont emlékszem, volt olyan időszak régebben, például Váradon, amikor nem volt jó könyvesbolt például egy időszakban. Tehát mondjuk volt egy nagyobb, ugye korábban még az Eminescu könyvesbolt a városközpontban, volt vagy két antikvárium, és valahogy időszakban volt egy olyan periódus, hogy úgy nem volt egy jó minőségű könyvesbolt. Tehát az is kell ahhoz, hogy legyen egy jó könyvesbolt valahol egy városban, mert az nyilván hozadékban magával ragad olyan dolgokat, hogy akkor inkább bemész egy jó, hogyha nincs jó könyvesbolt, mondjuk csak egy szar van például, bemegyek, látom, hogy nincsen, mit tudom én, ez meg, az meg, amaz meg, akkor legközelebb lehet, nem megyek már be a könyvesboltba, vagy az antikváriumba például. Most sem teljesen nagyon jó a helyzet egyébként, már mondjuk Várdot illeti, de azért mégiscsak van egy-néhány olyan könyvesbolt már, illetve egy antikvárium maradt, ha jól tudom, amik azért némileg képesek ellátni az emberek igényeit, hogyha az emberek igénylik a könyveket. Úgyhogy... Hát igen, most két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, hogy vannak azért jó kezdeményezések, apropó antikvárium vagy könyvesbolt, ugye tudunk könyvmentő egyesületről, ami Nagyváradon van, jó lenne itt Székelyhídon is egy ilyen. Székelyhídon is van könyvtár, ahol a könyvtáros néni megpróbálja változatosan és a fiatalság igényeihez mérten pályázati úton beszerezni a legújabb kiadásokat, és volt olyan időszak az én fiatalkoromban vagy gyerekkoromban, amikor nehéz volt például magyar nyelvű kiadványokhoz, főleg kortársak által írott magyar nyelvű kiadványokhoz hozzájutni. Viszont ez is megoldódott, ugye a Nagy Szovjetunióban kopekekért lehetett magyar nyelvű könyveket kapni minden mennyiségbe és minden minőségbe. Úgyhogy tényleg csak hozzáállás kérdése. De visszatérve, én gyerekkoromban nem olvastam annyit, mint amennyit kellett volna. Hogyha ez számít valami. A gyerekkönyvek nem maradtak ki az életemből, mert foglalkoztak velem ilyen módon a szüleim, viszont arra emlékszem, hogy például a kötelező olvasmányokat utáltam olvasni, és utána nagyon bántam, mert lemaradtam az Ábelről, amit idős fejjel olvastam el, pedig az szerintem fiatal fejjel is nagyon emészthető. Viszont voltak könyvek otthon, volt könyvesbolt, volt világirodalom híreseiből pár, és az volt a nagyon érdekes, hogy ugye ilyen kis kamasz fejjel nagyon érdekfeszítő címeket fedeztünk föl, hát az osztálytársnőimmel együtt, és akkor ilyenek kerültek a kezünkbe, ami nem odavaló, a veszedelmes viszonyok, amit nem is ért az ember abba a korba, de azért olvasgattunk. Én sem voltam nagy kötelező olvasmány hívő, de én azok közé tartoztam, akik el se olvasták, tehát én egy ilyen anarchista voltam már nagyon ifjú koromban, vagy akkor még inkább maradjunk ki ebben. Amúgy ezzel kapcsolatban, hogy könyvesbolt vagy antikvárium, még az jutott eszembe, hogy azért mind a könyvesboltok, mind pedig gondolom az írók, így közösen összefogva azért léptek ők is előre, tehát az interneten is be tudod szerezni ezeket a könyveket, tehát nem feltétlenül, tehát mondjuk egy helyi könyvesboltban nem kapod azt meg, amire vágysz, amit szeretnél, mondjuk van egy kedvenc íród, és
mondjuk egy régebbi művét, vagy pont a legújabbat nem találod meg, akkor az interneten szintén ezt meg tudod oldani, tehát meg lehet rendelni, stb. Tehát meg lehet rendelni egyébként, mondjuk ott megint van egy olyan szegmens a dolognak, hogy sok esetben mondjuk, hogy például Magyarországra akarsz rendelni magadnak könyvet, vagy egyéb folyóiratot, vagy mást, akkor egyszerűen horribilis összeg, amit a posta felszámol a költ, tehát a szállítási költségekért sok esetben többe kerül, mint maga szinte a könyv, vagy amit már akarsz venni. Igen, igen, ezek is vannak. Szóval ez akadályozó tényező lehet mondjuk. Ami még eszembe jutott a könyvesboltok kapcsán, illetve a könyvek kapcsán, hogy azért nem fog eltűnni a könyv maga, mert azért mégis egy bevételi forrás mondjuk a nagy cégeknek, ugye vannak kiadók, vannak könyvesboltok, stb. És ugyancsak megfigyelhető az, mint ahogy a könnyűzenében, a filmeknél ugye meghatározzák, hogy kik a menő rendezők, kik a menő előadók, ugyanígy vannak menő írók is, tehát mindig van ott is egy ilyen tendencia, hogy vannak felkapottabb írók, nézünk körül csak Magyarországon akár, vagy akár a világban, és azok a könyvek tényleg a többszörösébe, vagy tényleg nagyon sokszorosába kerülnek mondjuk egy antikváriumi kiadás, vagy egy ott található könyvnek, és ezt is a marketing határozza meg, hogy ki a jó író, és ennek ellenére, hogyha mondjuk elolvasol egy ilyen felkapottabb könyvet, nem feltétlenül tűnik az neked olyan. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy megmondják a könyveknél is, hogy mi a jó, meg mi a... Hát jó, mondjuk azért ott vannak ugye a kritikusok, akik megmondják, hogy jó-e könyv, illetve hogy nagyon sokan rákapnak az ízére, mondjuk egy bestsellernek, vagy nem tudom minek, akkor nyilván nem csak úgy a marketing miatt jó az a könyv, hanem tényleg jó írás lehet. Mert tetszett egy embernek. Nem, hát épp azért mondom, hogy aztán, hogyha rákapnak az ízére az emberek, és minél többen olvassák, hát nyilván úgy lesz bestseller belőle, tehát hogy rengetegen olvassák, vagy rengetegen sok ember is tévedhet. Az is lehetséges. Na de hogyha mondjuk visszatérnék az eredeti kérdésre, hogy ha lenne is egyébként úgy pénzünk például, hogy nyugodtan vásárolhatnánk bármilyen jellegű könyvet, bármilyen helyen, akkor mi lenne a választásunk? Könyvesbolt vagy antikvárium? Tehát, hogy nem kéne nézzetek a pénzt például, hogy mennyibe kerül. Az antikváriumnak van egy különleges hangulata szerintem, ami engem például vonz, bár nagyon rég nem jártam antikváriumba, de nekem úgy maradt meg, amíg többször jártam oda, hogy van egy olyan nagyon jó jellege, egy olyan könyvtár jellege, olyan csend van, és tudsz kutakodni, uh-huh. és nem jönnek az orrod alá, és mindig megkérdik, hogy tudok-e segíteni, meg nem tudom. Ez engem például nagyon zavar, mikor meg tudom én, hogy segíteni akar, de pont az de neked ne azért szeretek. Igen, nekem ne segíteni. Nem, például azért szeretek a könyvespolcon matatni, mert hogy felszeretném én fedezni az egészet. Most ezzel tényleg nem kritizálni akarom ott az ott dolgozót, de én például szeretek ott böngészni magam egyedül csendbe. Mostanában inkább könyvesboltból vásároltam könyveket, valószínűleg azért, mert azok a... Tehát inkább ilyen kortársabb íróknak a könyveit olvastam mostanság, és valószínűleg ezért alakult így, de így belefért valahogy egy-két könyv megvásárlása az utóbbi időben. Hát mind a kettőnek megvan a varázsa. Két dolog is eszembe jutott, hogy nyugodtan rá lehet szólni a tolakodó eladóra, hogy bocsánat, de én most böngésznék egy kicsit, de mehet az ember célirányosan is vásárolni egy könyvesboltba, meg mehet böngészni is. Micsoda szavakat használok, ugye? A két világ keveredik. A virtuális meg a... Hát onnan vette az internet a böngésző szó. Szóval ne scrollozzál arra, a könyvesboltban. Az jutott eszembe, vagy hogy egy... Vagy a Recycle Bin-ben ne nagyon dob be semmit. Az jutott eszembe, hogy egy Árvai Ágnes verses kötetet szerettem volna venni sok-sok évvel ezelőtt, és hát bementem először pár könyvesboltba Budapesten, és hát volt olyan hely, ahol előadtam a kérésem, mert ugye akkor így rohantam egyik helyről a másikra, nem akartam böngészni, hogy én keressem meg, hanem mondtam, hogy mit szeretnék, és arra emlékszem, hogy volt egy nagyon kedves eladó lány, és mondta, hogy az nincs, de tudok adni helyette egy József Attila összest, hogy egy Adit. Ez már majdnem ugyanaz. Na, igen. A végén antikvárba sikerült beszereznem a keresett kötetet. Amúgy két antikvárium maradt várodon most az eszemben. Olvassatok, ha tudtok.
Na de akkor az előző témáról szerintem tökéletesen át lehetne kötni a következő vagyos témánkhoz, arra, hogy ugyebár könyvre mennyit költünk, de hogy úgy egyéb létszükségleti dolgokra, vagy pedig luxus cikkekre mennyit költünk, illetve hogy ez mennyibe változik a generációk közötti különbséggel. Értem ez alatt, hogy mit tudom én, mondjuk régebben ugye nem volt annyi árucikk, ergo nem tudtak annyit költeni az emberek különböző dolgokra, viszont a mai világunkban, illetve a már korábban említett legújabb generáció tényleg elapadhatatlan dolgokért költhet, illetve vehet meg. Hát, hogyha van rá pénz. Hát. Igen, az jutott eszembe, hogy itt generációkat emlegettél, hogy annak idején mi háromszor leszaladtunk a boltba, mert a szomszédasszony adott 50 banit, vagy 25 banit, hogyha hoztunk neki egy 10 deka kávét, vagy egy fél kiló kenyeret, vagy éppen élesztőt felejtett el venni, és akkor ezt összegyűjtöttük, és megvettük a fagyit magunknak belőle. Így csináltunk zseppénzt, ma pedig a mai világban pedig néha reggelente itt a kisboltba tömegestül mennek be a gyerek iskola előtt, és mindenféle nyalánkságot elkezdve bubblegumtól, mit tudom én, olvadós cukorkáig, Coca-Cola, a Hellről ne is beszéljek, ami pokoli ital, hát ez a neve is, és 10 éves gyerekek ezt veszik a lehet, hogy uzsonnára kapott zseppénzből. Én épp amit, a tegnap szembesültem azzal. Költeni, vagy pedig éppen az anyjával van bent, és akkor összemarkol 6 féle édességet, és az édesanyja azt is megveszi neki, mert hát a gyereknek minden. Igen, és arról is beszéltünk, ugye bár többször is már ilyen értágítókban, hogy a gyors kajáda például egy pont ilyen újdonság idézőjelben, mert hogy régen nem volt ilyen, hogy mentél az utcán és megéheztél, és ott volt egy büfé, és gyorsan összedobtak neked egy akármit, és akkor mentél tovább. De például pont a tegnap, hogyha jól emlékszem, ez a tegnap történt, próbáltam valami ételt vásárolni magamnak, és pont itt jöttek el a sulisok, kb. Abban az időintervallumban volt, ilyen 2 óra magasságában, és így jött egy csomó gyerek, és így egy része így leszakadt, és így mind bele a gyors kajádába, tehát így ebéd előtt, vagy után, vagy közben, tehát nekem ez így például nagyon furcsa volt, bár természetesen már nem tartozom én se ehhez a generációhoz, amelyik tényleg ebbe beleszületett, hogy akár merre néz és nyúl, valamit meg lehet venni. Hát igen. Mondjuk nekem most meg eszembe jutott a gyorskajádáról, hogy azért régen is voltak mondjuk olyan jellegű dolgok, és akkor nem nevezték meg gyorskajádának, sőt majd napig még felelhetőek főként mondjuk Magyarországon, az olyan kajádák, hogy bemész, és ilyen talpon álló, és ilyen hentes áru témák vannak, ugyanakkor pedig ehetsz bent kolbászt, tehát sült kolbászt, meg hurkát, meg savanyiságot, meg finom ropogós kenyeret. Az is egyfajta gyors kajáda, csak kicsit más a hagyománya, tehát akár... Old school. Hát old school, azok és nagyon vagány egyébként. Azok jók is azok a helyek, de sima hentesboltba is létezik. Azért mondom, hogy ilyen. igen. És akkor a másik, igen, hogy most van-e pénz a gyereknek, hogy mennyi pénzt kap, hogyha elkölti, mire költi el. Ez egy necces dolog szerintem, tehát hogy most vagy teszenek uzsonnát iskolába, és akkor vagy megeszi azt, vagy nem eszi meg, ha még mellé azt neki zseppénzt, akkor azt mondja, mire költi el, mert nem tud igazából ellenőrizni. De amúgy van ennek egy másik oldala is szerintem, most így eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy van ennek egy ilyen státuszszimbólum jellege is szerintem, mert mint a gyerek. Most például arra gondolok, hogy ettől mondjuk menő, mert lehet, hogy nem éhes az a gyerek, csak mivel a haveroknak van pénzük, ezért ő is azt mondja, mert odat szeretne tartozni abba a csoportba, és ezt mondjuk ki lehetne terjeszteni akár a felnőttekre is, mert hogy mondjuk azért vesz meg valaki egy autót, hogy abba a munkahelyi körbe beleilledjen ő is. Mert lehet, hogy nincs rá pénze, ettől mondjuk, vagy ebből kifolyólag mondjuk felvesz egy kölcsönt,
stb. Stb. De meg akar felelni annak a, annak a körnek, annak a státusznak, amiben belecsöppet. Majd nem muszáj autót. Hát most mondtam egy példát, persze. Akár nem tudom, milyen márkás cipőt, ruhát. Így van, így van. Olyan plazma tévét, vagy milyen tévét. Igen. Igen, úgyhogy ez jogos ilyen szempontból. A kérdés akkor az úgy hangzott, hogy mire költünk, ugye? Igen. Például szerintem eszméletlenül sokat, és ez lehet kevés is, költünk néha mi nők ruhára. És amióta beütöttek ugye itt ezek a turkálók, és mindenféle külföldi márkás cuccokat is lehet kapni, néha ész nélkül összevásárlunk mindenféle blúz, szoknya, akármit, mert hogy ugye nagyon olcsó ez a, és aztán a végén új szekrény is kell, mert ugye nem fér már a nagyon olcsó, és aztán vannak némelyikünknek olyan ruhadarabjai, amik már évek óta csak a szekrényt nyomják, néha kimossuk őket, de sajnáljuk kidobni a kukába, vagy oda ajándékozni valakinek. Na de mondjuk a pur kérdés akkor, hogy mire költjük a pénzünket mondjuk havonta, ugye le is lehetne bontani akár, hogyha belegondoltok nyilvánvalóan, hogy ki kell fizetni a számláidat, azokra elmegy egy rakat pénz akár, és aztán a legtöbb pénzt általában az emberek nagy része ugye élelmiszerre költi el. Tehát, hogy tudom én, zöldség, gyümölcs, tojás, hal, hús, kenyér, bármi, amik alapvető élelmiszerek. Alapvető élelmiszerek, és nagyon nagy része megy el az emberek pénzének, fizetésének ugye ezekre a dolgokra. És aztán olyan, mire költesz még, vagy gyűjtesz valamire, utazásra költesz, vagy szórakozásra költöd, alkoholra, cigarettára, drogra, fegyverekre, tehát hogy bármire lehet igazából költöd, hogyha van rá forrásod. De az emberek nagy többsége az örül, hogyha szerintem meg tud élni egy hónapban úgy, hogy akkor megvannak az alapvető élelmiszerek, amik nem nagy zolásból, de beszerzésre kerülnek. Illetve kivizeti a havi számláit. Hát sajnos igen, és erről nem csak mi így beszélünk hasraütésképpen, hanem statisztikai adatok is vannak. Nem tudom pontosan, hogy hány százalék a lakosságnak a minimál bér vagy minimál nyugdíjból tengeti a napjait, amiben nem fér bele, hogy luxus cikkekre költsön. Igazából megint visszakanyarodunk az ilyen nagy multinacionális cégekre, mert tényleg, tehát én úgy gondolom, hogyha mondjuk egy boltba, mit tudom én, kétféle valamit lehetne venni, már úgy értem, hogy egy valamiből, és nem lenne ekkora választék, akkor valószínűleg jobban oda tudnának figyelni az emberek arra, hogy mire költenek. Viszont ugye épp az előbb itt a szünetben jutott eszembe egy téma, amivel majd később foglalkozunk, de például ez is olyan, hogy vannak, akik tényleg úgy mennek el vásárolni, hogy tudják, hogy mit kell vegyenek, viszont még körbejárják ott a boltot, és megkeresik azt a tényleg minimális dolgot, amire szükségük van, még látnak egy csomó más dolgot, ami tulajdonképpen nincs felírva a listára, vagy nincs az illető fejébe, hogy na vegyek ilyet is, de olyan szép, olyan csillogós, és most olyan jól lesne, és akkor, mikor ebből rendszer lesz, utána már kivesz egy bizonyos összeget annak a családból, vagy annak az illetőnek a zsebéből. És mondjuk ez egy dolog, de aztán jön a második, a harmadik, tehát ez egy ilyen láncreakció az egész. A másik dolog meg, hogyha ha célirányosan mész például, hogy sajtot szeretnék venni, vagy kemény sajtot szeretnék venni, és bemész egy üzletbe, akkor is ott van legalább 3-4 fajta, amiből kiválaszthatod azt a márkát, amit éppen szeretnél. Most nem tudom, hogy annak örülnénk jobban, hogyha tényleg csak kétfajta lenne? Vagy jobb így, hogy választásunk van. Mondjuk ebbe a választásba az is beletartozik, a választékba az is beletartozik, hogy ugye a konkurencia, és akkor valami pluszt adni, akkor még egy csomagolást, vagy még egy vonalkát, vagy még egy Barbie baba, ugyanazt a terméket, ha másképp csomagolom, akkor azt lehet, hogy két lejjel drágábban tudom eladni. Vannak olyan kezdeményezések, hogy a hazait. Nekem az nagyon szimpatikus volt, és itt is Székelyhídon, ha már ugye mert Székelyhídon vagyunk, itt is van egy elég tűrhető piac, helyi piac, ahol azért meg lehet vásárolni azokat az élelmiszereket, amikre szüksége van az embernek, és nem muszáj importból venni. Igen, de mondjuk erről
a reklám témáról, meg hogy hányfajta termék van a boltokban, a polcokon. Láttam egy múltkorában egy videót, amiben pontosan nem emlékszem a számokra, de nagyjából az volt benne, hogy ha bemész mondjuk egy bevásárló központba, és végigmész a polcok mentén, tegyük fel mondjuk csak az édességes résznél, ahol mindenféle nasik vannak, édesek, meg ilyesmik, hogy hiába van, tehát hogy neked úgy tűnik vásárlóként, hogy ott rengeteg fajta márka van, rengeteg fajta típusú élelmiszer, vagy édesség, vagy nasi van, vagy bármi. Igazából ezek a márkák globális szinten körülbelül összesen valami, nem is tudom, 5 vagy 10, vagy lehet, hogy annál kevesebb multicégnek vagy a termékei. Csak annyi félét dobnak piacra, hogy pontosan lefedjék, mert ők le akarják fedni, hogy te mindenképpen vedd azokat a dolgokat meg. Ha nem éppen ezt a fajtát, akkor azt a fajtát, de úgyis az ő kasszájába jön be a pénz. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen hát átverés valahol igazából. A másik meg, hogy ez van, tehát ezzel nem igazán tudunk mit tenni. Esetleg nem vesszük meg azokat a dolgokat. Ahogy mondja Csilla, átmegyünk a esetleg egy kisebb boltba, vagy a piacra, és akkor már próbáljuk megvenni a háztáit, vagy a minél közelebbről származó ételt, vagy nem tudom, bármit. És ugye már korábban beszéltünk egyszer olyan munkákról, ami tehát ilyen különbséget tettünk egyszer a között, hogy vannak férfi meg női munkák, ugyebár, és tényleg találtunk rá példákat, hogy általában az óvónők azok a nevükből is kifolyólag inkább nők szoktak betölteni, stb. Stb. Vagy a nővérek, ugyebár inkább nők szoktak lenni, de vannak rá férfi precedensek is. De most foglalkozunk inkább azzal, hogy a kicsit leszűkítve, hogy a házi munka az mennyire oszlik meg férfi és nő között. Tehát ugye kicsit furcsán gondolunk arra, hogy a nő veri bele a szeget a falba, vagy a férfi mosogat, de manapság azért ezek már így felhígultak, de azért itt is vannak olyanok, hogy húzunk egy vonalat, és akkor ez inkább női feladat. Igen. Csak tényleg az, hogy mondtad, egyre elmosottabbak a határok ilyen szempontból. Van olyan példa is, amikor azt hallod, hogy nem tudom, mondjuk a nő nem nézi jó szembe, hogyha a férfi otthon tevékenykedik házi munkaterén, és van a teljesen másik oldal, amikor meg elvárja a nő, hogy akkor a férfi tevékenykedjen otthon házi munka tekintetében. Vagy van a harmadik, mikor a férfi egyáltalán nem csinál otthon semmit. Olyan is van, igen. És akkor van persze a jó eset, vagy a jobbik eset, amikor nagyjából meg vannak osztva ilyen szempontból a feladatok, és akkor, vagy hogyha nem is kimondottan, de mondjuk egyik rákap arra, hogy mondjuk éppen mosogatni szeret jobban, a másik meg mondjuk éppen vasalni, tegyük föl. Nem tudom, hogy mondjuk van-e ilyen, hogy kedvenc házi munkád, vagy nincs, de én mondjuk találtam egy olyan listát, ahol viszont van egy ilyen rangsorolása, illetve hát igen, témát tekintve. Én mondjuk mindenképpen hozzáfűzném azt, hogy és be is vallom egyébként, hogy otthon több házi munkát kéne vállaljak, mint amennyit teszek jelenleg, vagy amennyit vállalok. De ezt csak Lóri gondolja így. Nem, a feleségem is így gondolja. Ja. Azért mondom, hogy itt is szívesen bevállalom, hogy őszintén megmondom. Amit mondjuk én otthon szoktam végezni, általában az mosogatás szokott lenni, ruhák kiteregetése, nagyon ritkán porszívózás, bár régebben többet csináltam, főleg még egyedül laktam, akkor nyilvánvalóan ez mind rám hárult lényegében. Amit viszont így sem úgy sem szerettem soha például, az mondjuk a portördés, illetve mondjuk az ablak pucolás, de azt csak egyszer csináltam, és akkor is egy ilyen takarító munka volt konkrétan, amiért mondjuk pénzt kaptam, még egyetemista voltam, de rohadtul nem volt jó. Várjál, akkor, hogyha pénzt kapsz érte, az már nem házi munka. Igen, azért mondom, hogy úgy próbáltam azt a házi munkát ki, hogy de az munka azért volt. Azért határozunk meg a házi munka. Persze. Az tök önkéntes. Otthon sem kérek pénzt, mikor mosogatok. Pedig milyen jó lenne, hogy és nagyon, lenne nagyon ritka meg a főzés, illetve hát bevásárlás mondjuk igen, már azt is ide sorolják némileg, a bevásárlást is kicsit házi munkához sorolják. Meg felmosás, vasalás, mit már mondtam, még WC tisztítás, mi van még?
főzés mondtam, ugye? Aha. Jó, tehát hogy részemről nagyjából így tevődik föl, többet kéne vállalnom. Igen, érdekes ugye, mert hogy összemosódtak a szerepek, régebben megvolt, hogy a férfi megy és hozza a pénzt a házhoz, az asszony pedig végzi a házi munkát és neveli a gyerekeket. És hát ugye ezért pénzt is kapott, mert a férfi, ha csak nem volt időt alkoholista, akkor a fizetését valószínű, hogy arra fordította, hogy a gyerekeit fölnevelje az asszony, és hogy legyen minden nap meleg étel a tányérba. De hát ezek a szerepek nagyon-nagyon megváltoztak, és akkor természetes dolog az, hogy ha ugyanannyit dolgozom, mint egy férfi, napi 8 órát, vagy 12-t, vagy 16-ot, attól függ, hogy éppen milyen munkahelyet sikerül szereznem magamnak, akkor ne várja el már tőlem a férjem, hogy ugyanazt a robotot, amit anélkül, hogy egy munkahelyre be kelljen járnom, hogy az ottani gondokat, terheket, feladatokat magamévá tegyem, vagy magamra vegyem, ugyanazt elvégezzem otthon emellett. Pont Lóri így kezdte, hogy normális módon azért pont ezért oszlottak meg ezek a házi feladatok, mert hogy ugyebár megint visszavezethetjük a dolgot az emancipációra, hogy egy nő is meg tudja csinálni ugyanazt, mint egy férfi, mert ugye azért is maradtak otthon a nők annó, mert hogy a férfi dolgozott, de aztán kiderült, hogy a nő is el tudja végezni ezt a munkát, ergo logikusan úgy következik, hogy akkor a férfi is el tudja azt a munkát, amit a nő, és akkor, hogyha egy egészséges egyensúlyt felállít egy pár, egy házas pár, egy kapcsolatban lévő, akár mit tudom én, egy együtt élő baráti pár, akkor ez tökéletesen kiegyenlítődik, viszont itt kezdődik ugyebár a probléma, hogyha egy nő ezzel védekezik, hogy én ugyancsak elvégzem azt a munkát, de akkor zárom magam a házi munkából, és ne várd el tőlem, hogy ugyanúgy megcsináljam, mint azelőtt, mielőtt elmentem 16 órázni. Igen, de legyünk már őszinték, hogy nagyon sok nő nagyon szívesen... Én őszinte voltam az előbb is. Igen, nagyon sok nő nagyon szívesen maradna otthon és végezni a házi munkát, mert szerintem meg lenne a gyerekével is, mert egyre inkább valósággá válik az, amit most már évek óta mondogatnak tudósok, meg okosabb emberek, mint én, hogy nagy kárára válik a gyerekeknek az, hogy egyedül nőnek föl, vagy pedig mit tudom én, szóval, hogy reggel elmegy a gyerek iskolába, egész nap szülei nélkül van, fáradtan hazaér mind a két szülő, és aztán csodálkozik, hogy mit neveltem, vagy mi lett ebből a gyerekből. Nagyon sok esetben ez van. És legyünk már őszinték, nagyon sok nő azért kényszerült elmenni dolgozni, mert ugye hozzákötötte az életét egy férfihez, aki nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket semmilyen téren, hiába ment el dolgozni, eltapsolta a pénzt, mondjuk 2-3 kocsmában hagyta a fizetését hazafelé menet fizetésnapon, és az asszony bizony, ha nem akarta, hogy a gyerek éhen haljon, vagy hogy kilakoltassák őket, akkor elment dolgozni. Jobbik esetben elvált a férfitől, de valószínűleg... Ez most egy ilyen nagyon kisarkított eset, vagy eseteknek a felvázolása. Ugyanolyan kisarkított, mint a másik oldal, az emancipáció, hogy mindent arra fogjunk, hogy kellett nektek emancipálódni, mert ti is meg tudjátok csinálni. Szerintem... Hát egyrészt az egyik dolog az, hogy nem hiszem, hogy mondjuk a teljes lakosság, vagy a társadalom mondjuk... úgy tevődik fel, hogy minden férfi, már végül is, ahogy mondta Péter, és ez tényleg sarkított dolog, hogy akkor na, most akkor azért kellett elmenni a nő, mert a férfi elitte a pénzét a kocsmába. Azért nézzünk körül a világban egy kicsit, hogy nem mondhatod azt, hogy minden férfi alkoholista, és minden férfi elissza a pénzét. Hogyha ezt vázoljuk fel, akkor inkább azt mondom, hogy visszakanyarodhatnánk az előző témához, és azzal mehet tönkre mondjuk egy egészséges családnak a kasszája, hogyha mondjuk megnőnek a választékok a boltba, és akkor hát nem elég az a pénz, amit a férj megkeres, akkor elmegyek én is dolgozni, hogy próbáljuk meg fenntartani ezt a családi kasszát, nem pedig feltétlenül azért, mert elitt az úriember a fizetését a kocsmába. Azt hittem, hogy arra fogsz kiukadni, hogy bővül a választék, sörbor pálinkából többfélét lehet kapni. Na jó, természetesen sarkított, amit mondtam, de vannak ilyen esetek.
Illetve ugye? Vannak ugyanazok a házi munkák, vagyis nem ugyanazok a házi munkák, amit Lóri itt felsorolt, hogy főzés, mosás, takarítás, hanem azért egy háztartás életében történnek olyan nem várt dolgok, mint például egy csőtörés, amit viszont egy nő már nem feltétlenül tud vagy akar megoldani. És, hát manapságban egy férfi sem sokszor. Hát ezt akartam folytatni, hogy akkor az vagy a férfi dolga, bár magamból indulva ki, én például nem tudok csövet szerelni, vagy kicserélni, és akkor innen meg már jön egy plusz kiadás, mert akkor már kiszáll egy szerelő, és mind a munkát, mint a kiszáll. De most, hogyha minden férfi otthon el tudná végezni azt a szerelési munkát, akkor mi lenne a szakemberekkel? Hát ez hogy, az. Tehát, hogy... Meg nekem az jut eszembe, hogy az én drága édesanyám meg édesapám úgy működött, hogy például a villanyvasaló, hogyha elromlott, és még régi típusú vasaló volt annak idején, akkor anya tudta megszerelni, hogy működjön, apa nem. Ezzel kapcsolatban, amit most az előbb mondtál, hogy akkor mi történne a vízvezeték szerelőkkel, van nekünk egy kedves kollégánk, a Medvési Szabolcs, és neki több éven át ugye, hát együtt szoktunk kávézni, és neki mindig az alap koncepciója, hogy bár tudnánk itt a stúdióba kávézni, ő mindig leszeret menni ide a stúdió mellett lévő cukiba kávézni, és így hosszú idő után így megkérdeztem tőle, hogy magyarázd már el, hogy mert az a válasz, hogy mert ő szeret fizetni a kávéért. És akkor egy beszélgetés során így megkérdeztem tőle, hogy magyarázza már el, hogy ez miért van, és akkor az volt a válasz, hogy az ő szülőfalujában, Szalárdon mindenki a háztartásba megcsinál mindent. Tehát ha eltörik a cső, akkor meg, tehát senki nem hív semmilyen szerelőt, és ezért kihal, ahogy Lóri is mondta, a tévéjavító, az RS javító, stb. És ő nem akarja, hogy bezárjon itt ez a cuki, illetve ezt kiterjeszti mindenhova. Tehát ő otthon nem főz kávét, hanem elmegy és fizet érte ezzel fenntartva a szerelőket, az eladókat, stb. Na hát akkor visszatérve az egyik előző témánkhoz, hogy ezért kell elmenni a piacra és megvásárolni ott a sajtot, meg tejfölt, meg tejet, meg zöldséget, amit lehet. Isten őriz, hogy otthon előállítsd. Hogy ne halljon ki. Na de tényleg van egy ilyen lista, amit találtam így böngészgetve. És nem könyvek között, igen? Nem könyvek között találtam. És van egy ilyen, hogy top listák a nagy házi munka felmérés alapján. A leggyűlöltebb házi munkák, első helyen ablakpucolás, második helyen vasalás, harmadik helyen portölés, mondjuk azt nem néztem meg, hogy ez most nőknél vagy férfiaknál. Mert ez szerintem irreleváns. De mindenképpen a te szájad íze szerint készült, ha az a kezdeni, amit te utaztad. Abban olyan, hogy a legkedveltebb házi munkák, első helyen a főzés, második helyen a mosás, harmadik helyen a porszívózás és felmosás van. Kikérem magamnak, én mosogatni szeretek, tehát az egy olyan meditáció, hogy azt nem cserélném már semmire. Közben pedig podcasteket hallgatsz. Jó. Akkor van olyan, hogy a legidőrablóbb házi munkák. Első van a porszívózás és a felmosás fej mellett. Másodiknál van a fürdő és vécé tisztítása, és a harmadik a főzés. És akkor van még egy negyedik dolog is, hogy a leggyakrabban végzett házi munkák nők per férfiak kategória van. Tehát első helyen nők főzés, férfiak bevásárlás, második hely nők mosogatás, férfiak főzés, és a harmadik helye pedig nők mosás, férfiak porszívózás. A múltkor hallottam egy nagyon aranyos sztorit, ugye ez a munka megosztás volt, hogy nők, hát nem mosás, hanem főzés, férfiak porszívózás, és hát ugye a rántáskavarás közben bement megnézni, hogy megy a porszívózás, és úgy ment, hogy ment a porszívó, az úriember pedig ült a fotóiben. És sörözött, nem? Hát újságot olvasott, meg úriember volt. De igen, ilyen is van. Na, és akkor megint a férfiak a szemetek. És olyan is van, hogy unoka besegítene, és... De igen. A sarkot nem kell kiporszívozni, ott úgy sem nézi senki. Ez egy másik kérdés, ami felmerülhet, hogy például jó, most a felnőttekről beszéltünk eddig, meg férfiak és nők közötti megoszlásról, de hogy ugye amikor már családról van szó, akkor idővel be kell vonni a gyereket is lényegében valamilyen mértékben a házi munkák elvégzésébe. És akkor vannak olyan izék, hogy dilemmák,
állítólag vannak ilyen felmérések, kutatások róla, vagy hát közvéleménykutatás, hogy ki hogyan látja jónak, hogy hány éves kortól kell bevonni a gyereket a házi munkákba, illetve milyenekbe, illetve valami is, aki például csak büntetésként használja a házi munkát, elvégezhetést a gyerekkel. Igen, igen, a gyerek meg fogja utálni eleve, nem? És soha büdös életben nem fog. Szóval akkor veled büntetésből ablakot pucoltak, ebből kifolyólag? Vele ablakot pucoltak, pucoltattak. Most mondja, hogy nem szereti. Nem, amúgy nem kellett soha otthon. Vagy vele? Vagy nem emlékszek rá, hogy kellett volna otthon gyerekkoromban. Ablakot pucoltak vele, jó, hogy nem mostak fölve. Na, úgyhogy ilyenek is vannak. Na, meg olyanok is vannak, hogy hozzá tudtok szólni a műsorainkhoz, mégpedig az aktuális témákkal kapcsolatban megírhatjátok a véleményeiteket, mégpedig a YouTube csatornánkon, az éppen aktuális adás alá, megtalálhatjátok emellett az összes többi adásunkat, 2019. januárjától kezdődően összegyűlt már egy jó néhány. Megtalálhatjátok a linkeket a Facebook oldalunkon, illetve a rádió honlapján, az érhangja.ru per rádió oldalon, melyen minden hétköznap reggel 9 órától élő adást is hallhattok, illetve nem sokára most már podcasteket is. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, várjuk a visszajelzéseket, és kellemes napot, sziasztok! Sziasztok! Mindenkinek szép napot, és szerintem a legegészségesebb, hogyha a munkamegosztásban végeztek mindent otthon, férj és feleség, kóprodukció. Mindenkinek szép napot! Értágító című műsorunkat hallják. A Rádióér online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon! I got to move.